Hogyan csatlakoztatok ti, hogyan hallottatok a Jeunesse Lumière-ről, ez ifjú lámpás közösségről? Azt tudom, hogy Roska Péter atyának ennek elég fontos szerepe van abban, ahogyan titeket is meghívott erre a szolgálatra. Én kaptam egy e-mailt egy levelező listára, amit általában mindig törölni szoktam, mert ilyen eladó bútorok meg ilyesmi szoktak rajta jönni. És valamiért ez volt a cím, hogy missziós iskola, és így rákattintottam, nem is értem, hogy mi, most tudom, hát a Szentlélek, de hogy elolvastam, és így jó. És aztán én megnéztem a honlapot valamiért, és elkezdtem böngészni, és így nagyon első pillanat, hogy megfogott, aztán olsz hülyeség, vagy ide ilyen furú emberek mennek csak. és igazából már akkor megszületett a döntés, hogy akarok menni, csak magamnak sem mertem így kimondani hangosan. És akkor én nagyon nem szerettem telefonálni, ráadásul papokkal még inkább, mert nagyon féltem tőlük, de hogy írtam én jött Péter atyának, és mondta, hogy itt a telefonszámom, hív föl, és a... jó, vele egyébként nagyon-nagyon jó érzés beszélgetni. Igen, amúgy, igen. És akkor fölhívtam, és mondta, hogy találkozom, mondom, hát remélek, akkor hogy találkozni is kell egy papajtai, csak én érdeklődtem, nem akarok jelentkezni. És aztán amikor elmentem, találkoztunk, akkor épp ott voltam, hogy Merci is. És én teljesen csak érdeklődni akartam, neki időt, hogy egy ilyen felvételi beszélgetés. De, és mondta Péter, hogy akkor majd találkozunk szeptemberben, vagy mondom, hát igen, vagy nem tudom. De hogy így érdekes, mert Péter atya személy kicsit először ilyen taszító volt, de Merci aztán nagyon megragadt, ha jó lesz, akkor jó. És igazából épp kicsit ilyen vakvágányra ment az életem, szóval hogy így önerőben mindent megcsináltam, tök király az életem, mindenem megvan, és nem vagyok boldog, és ez így nem jó. Ez akkor így adjunk egy utolsó esélyt az Istennek, és akkor már csináljuk komolyan. És akkor így ez a mindent otthagyni, és akkor tényleg Istennek szentelni az időt, és hát nem bántam meg. Nem bántam meg. Ez egy jó hír. Igen.